Idei tavaszi fesztiválon végre ismét balett is középpontba kerül. Alig egy éve alakult meg a társulat. Mire volt elég ez az egy év? Hová tudott jutni velük? Igen, tulajdonképpen gazdasági értelemben még rövidebb ez az idő, hiszen januártól datálódik a mi hivatalos jelenlétünk. Már megtettünk egy diótörő, bemutatón vagyunk túl, és most már izgulunk, mert a 24-e már nagyon közel van. Ez egy önálló táncszínházi előadás lesz, hiszen az az együttműködésünk alappillére, Csizmedia Tibor igazgató úrral, hogy a tánc, mint önálló műfaj tudjon utat törni a színházi infrastruktúrán belül is, úgyhogy ennek első megjelenése lesz a mostani, de nem mondom azt, hogy már nem próbáljuk a következő együttműködést, azaz a Chicagót, úgyhogy páratlan dinamikával indult ez a társulat, és én azt gondolom, hogy ez a dinamizmusunk, ez mindig fémjelzi a mi munkabírásunkat és az akarásunkat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki szereti a táncot, és szívesen néz táncot, és szívesen gondolkodik úgy a nézőtérről, hogy nem kell minden egyes szót értenie, de közben éreznie lehet, és nagyon sok szabad gondolattársításra való lehetőséget szeretne, akkor jöjjön el és nézzen minket, hiszen mi erre nagyon jók vagyunk. Emellett a tempó mellett jut-e elegendő idő, energia a profil kialakítására, a társulat alakítására? Hol tartanak ezen az úton? Azt mondanám első körben, hogy nincs, de mondjuk mi meg a nap 24 órájában dolgozunk, és azért mondom amit, mert Mirkocki Zita neve mindig nagyon fontos, hogy megjelenjen, ha rólunk van szó, és kaptunk még egy társat, ez Ivedi Erikát, aki az asszisztensként a mi struktúránkhoz kapcsolódik, így mi hárman nagyon erősen szétosztva a feladatokat már folyamatosan alakítjuk, nem csak a jelenét, hanem a jövőjét a társulatnak, hiszen nagyon fontos célunk az, hogy az európai trendbe már most a belépőnk is beilljen, sőt később valamilyen módon meghatározó márkája legyen a városnak, és hogy jöjjenek Egerbe azért, mert táncot akarnak nézni. Milyen lesz ez a márciusi bemutató, a társulat vezetője, hogy látja? Én nagyon izgalmasnak, három női alkotó dobja föl a labdát, és azért használtam a labdát, mert tudom, hogy van az egyik darabban labda, aminek szimbolikus értelme van. Én azt gondolom, ezek olyan táncosok, akik ide jöttek a társulatba, akik önállóan alkotóként is nagyon jól megállják a helyüket, különbözően gondolkoznak, más stílusban gondolkoznak, és azért lett a címe 3 az 1-ben, mert valahogy a naprakészségünket, vagy a nagyon erős aktualizáló lehetőséget a táncban, azzal is próbáltam így kicsit viccesen is szimbolizálni, hogy most mindig mindent egyszerre sokat akarunk. És én azt gondolom, hogy most az, aki beül, 3 kis előadást lát egyben, de mind teljes értékű önálló estként is megállnák a helyüket, hiszen kereken fogalmaznak, elejével, végével rendelkeznek, és akkor azt gondolom, hogy most egyesen 3 táncszínházi előadást is láthat a kedves néző. 3 az 1-ben, oldjuk fel akkor a rejtét, az első csillagcsavar kulcs. Mi a rejtély ebben a szóképben? 3 részből áll ugye ez a szó, és pontosan emiatt szeretném kifejteni, hogy a csillag azért van ebben a szóban benne, mert az asztrológiát veszi alapul a darab, és egy kicsit így a bolygók világát, meg az emberre való hatásait veszi, tehát ebből indul ki az egész történet, mert van egy kisebb története. A csavar az egy problémát jelenthet, és a táncon keresztül ezt próbáljuk akár a csavar, mint egy mozdulat is, és szimbolizálhatja. A kulcs az pedig maga a megoldás, tehát hogy mindannyian keresünk valamit, egy megoldást egy személyes történetre, illetve akár egy egész csapat belül egy nagyobb, komplexebb dologra, és hogy egy kicsit érthetőbb legyen a történet, én ezt a 10 bolygót, amit megjelenítünk, ezekről csak egy pár szót így ejtenék, hogy a hatásait, hogy láthatóvá váljék, hogy mennyire sok témát érint ez a darab. Az első képben, a napképben igazából a szellemi központot, a férfit, a királyt, illetve egy királyságot fogunk megjeleníteni. Egy ideális középpontot, amiben az emberek így jól érzik magukat. Egyébként a helyszín egy csillagközi, tehát a bolygóközi atmoszféra, de közben pedig egy kulcsjárnak is mondhatnám, ahol van egy főnök, és ez a nap figura lesz.
majd a legvégén a hold, a gondoskodás, az anya és a szeretet fog igazából hatalmaskodni az egész történet felett, és egy idillikus párkapcsolatot, egy anya-apa, illetve egy akár király-királyné duettet is láthatunk, ami igazából az idillikus párkapcsolat és a boldog beteljesülés, és a csapatban pedig egy egymással való gondoskodás, és egy kellemes idillikus állapotot szeretnénk megteremteni. Úgyhogy igazából ezek a képek, és van egy történet, ami által egy kicsit érthetőbb lesz, de igazából a hatásokat szerettem volna elmondani, hogy mennyi minden van benne. Milyen zenét talált ehhez a szép történethez? Hát teljesen a zene az montázs, úgyhogy nyilván amennyire különbözőek ezek a bolygók, emiatt a zenék is, de Gergely Attila segítségemre volt, aki szintén táncos is, és közben zenéket is rendkívül jól komponál. Ő szerkesztette nekem ezt egy ilyen szép kerekké, ezt a zenei montást. 3:1, második tétel, impulszív. Mit jelent ez a szókép? Tulajdonképpen az egész darab az emberiségnek a morális fejlődését mutatja be, és e tekintetben, tehát gyakorlatilag elindul majdnem, hogy a paradicsomi léttől, és egészen napjainkig, ez természetesen a teljesség igénye nélkül történik, tehát fél órába bele sűrítve, és az a lényege, hogy választ keres arra, hogy hogyan lehet, hol tartunk most morálisan, ahonnan indultunk, milyen évet írt le az emberiség morális kérdésben, és mi a jövőképünk, és tulajdonképpen ez egy figyelemfelhívás is, vagy figyelemfelkeltés az emberek felé, hogy érdemes elgondolkodni, mert rajtunk múlnak dolgok, hogy az embereknek a gondolkodása nem túl pozitív, és nem szívből eredően születnek meg a gondolatok. Ez kihat a cselekedetünkre és az egész életünknek az alakítására. És tulajdonképpen az impulszív, az egy impulzus, ami a szeretetnek az impulzusa, ami szívből kellene, hogy történjen, vagy kell, hogy történjen, és tulajdonképpen az a cél, hogy rávilágít csak erre, ennek a fontosságára. Nagyon fontos, szép történetről mesélt a megvalósításban, legalább ilyen fontos az, hogy milyen zenével tudja ezt színpadra tenni. Mit választott? Igen. Van benne többnyire olyan zenét használok, ami kiemeli azt a bizonyos hangulatot, illetve van egy kontraszt a zene és a mozgás között, és azt szerettem volna ezzel hangsúlyozni, mert van amelyik zene például van egy monotonitása, nem zavaróan, én véleményem szerint. Aztán majd azt a néző eldönti, hogy őt mennyire zavarja, vagy mennyire nem. Minden esetre ad egy lehetőséget arra, hogy belemélyedjen az ember, és hogy a mozdulatok, illetve a látvány, ami a színpadon történik, az meséljen. Van benne nagyon szép rész is, az a végén történik meg zenében. Vangelis zenét használok, az egy nő járja, szerintem gyönyörű, illetve van benne egy kicsit keményebb hangzásvilág is, az pedig pontosan ezt az ellenpólust hivatott megjeleníteni, hogy amikor az emberek nagyon mélyre lesüllyednek tulajdonképpen, mondjuk morálisan, abból kell, tehát ezt érzékeltetni kellett egy mélyebb és keményebb zenével is, és tulajdonképpen sokféle. Ja, de az eleje a darabnak az viszont mint egyfajta megszületés, ahogy az ember újjász, vagy megszületik, vagy akár újjászületik tulajdonképpen, annak pedig annak is egy nagyon kellemes zenéje van, és inkább éteri és élvezhető, úgyhogy én remélem, hogy ez majd a látvány és a zene összhangja az inkább fontosabb, mint hogy valamelyik kiemelkedjen. A 3:1 nem mindennapi befejezése egy Shakespeare választás. Miért pont Shakespeare? Miről szól? Azért Shakespeare-nek ezt a művét választottam, mert nagyon életigenlő és vidám, és úgy éreztem, hogy most ebben a jelenlegi állapotomban ebben tudnám igazán úgymond kiélni magam, és a táncosoknak olyan feladatot adni, amivel megmutatkozhatnak. Nem egy szokványos dolog, hogy Shakespeare táncolnak el. Mennyire vette ezt alapot a társulat? Megpróbáltam a műnek az érzeteit,
inkább használni, mivel Shakespeare nyelvezete gyönyörű, és a párbeszédei, főleg ebben a műben, ahol Beatrice és Benedetto perlekedése és párbeszéde egyszerűen fantasztikus. Ezt megpróbáltam a tánc nyelvén interpretálni, igen, és azt gondolom, hogy ennek a hangulatát megfogni inkább, és nagyon jól vették a táncosok, adhatták önmagukat, és ebből egy vicces, mókás mű kerekedett. Sokat kifejezhet a műven az egy balett előadásnál, hogy milyen zenét választ hozzá. Igen, nagyon fontos volt számomra is. Én a vonós hangszereken alapuló zenéket választottam ki. Több alkotótól is kölcsön vettem műveket. Nem a klasszikus zenéket, inkább egy rusztikusabb, autentikusabb hangzásvilágot, és még az elektronikus zenét is használom.